Nyomod? Aha. Bár biztos, hogy a egyik legnagyobb ellenfelem altat, úgyhogy nyilván volt még benne sok, nagyon jó a pálya, nekem nagyon tetszik. A kocsi is nagyon jó, úgyhogy a kis srácok is ügyesek voltak, Bigi is, úgyhogy igazából kíváncsian várom a nap hátra lévő részét. Túl vagyunk az első napon, sajnos a defekt után nagyon-nagyon elspóroltam az első előfutamot, ugye a másik edzésen kaptam egy defektet, elgörbült a felnink, és a alsó gömbfej meg kilukasztotta a felninket, úgyhogy, de nyilván nem csak ez volt a probléma, föl kell vegyem a ritmust, egyszerűen gyorsabb volt a császtorálma, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a holnapi napra összebírom szedni magam, este átnézem a belsőt, És itt van a főnök úr. Itt van a főnök úr. Aki rágumi. Nagyon jó gumi választás. Jó volt. Jó volt. Amúgy, igen. Nyertél vagy nem nyertél? Nem nyertem, máshoz vettem. Futamgyőzelmet. Ja, futamgyőzelmet. No, úgyhogy igazából ez lenne így röviden tömören a mai nap. Én holnapra tényleg össze akarom szedni magam, mert... mert nagyon nem szeretek veszíteni. It's gonna stop.
that we are. Just to make me take a fall. I was the real, we don't fake it all. Csúsztatni sok jobban sikerült, mint eddig valaha. Sígy, hogy 3-4 autót így kiúztat. Jaj, de jó lesz az! Jaj. Hát költött gumira, ekkora baj.
Hát túl vagyunk a fuglói hétvégén. Iszonyatosan jól sikerült, nagyon-nagyon boldog vagyok. Mind a kisrácok nagyon gyorsak voltak és jó eredményt értek el. A Biginek sajnos lett egy, azt hiszem, féltengely törése a döntőbe. Nekem sikerült megnyerni a döntőt, úgyhogy nyilván ez volt a terv, meg ezért is választottuk ezt a kategóriát, hogy egyszer a Császtorát sikeresen meg tudjuk verni erőből, de nem gondoltam volna, bevallom őszintén, hogy ez sikerülni fog. Nagyon gyors volt egész hétvégén. A döntőbe sikerült azzal hibára késztetnem, hogy nagyon-nagyon próbálkoztam megelőzni, vagy legalábbis mutattam magamat neki. És ez így, hát nem tudok mit mondani, tehát tényleg nagyon-nagyon köszönöm az egész csapatnak a munkát, a segítséget és a támogatást Kovács Emilnek, az egész EAK-nak és tényleg mindenkinek, úgyhogy köszönöm.